Sziasztok, Nagy Krisztián Kínva vagyok, a Kínvart Akadémia vezetője és a kínva.hu oldalon olvasható online festőművész magazinnak a rendszeres szerzője. És ahogy mostanában többször találkozhattatok velem, most is egy tesztet, egy festéktesztet hozok nektek. Az Artness művész ellátó jóvoltából kaptam egy felajánlást, elküldtek nekem egy 12 színből álló akvarell festék készletet, hogy teszteljem. És hát én nagyon örültem neki, mert egy ideje már belekerült a fókuszomba ez a szín. Különböző külföldi weboldalakon, ahol festékek tesztelésével foglalkoznak, ott már sokan foglalkoztak ezzel. Ez a lengyel Roman Smál nevezetű úriember által készített festék, az úgynevezett akvárius akvarell festék. Az akvárius az nagyjából vizet vagy vízfestéket jelent lengyelül, és Roman Smál maga is egy akvarell festő művész, tehát akvarellel dolgozik, és elégedetlen volt a boltokban kapható festékekkel, és elhatározta, hogy saját festéket fog készíteni, aztán ez odáig fajult, hogy most már egy nagyon széles színskálából álló színsorral rendelkezik, hát gyakorlatilag ha azt hiszem, hogy 160-170 szín körül tart, annyi egyedi különböző szín van nála, ami kapható. Hát mit lehet még róla elmondani? Ami nagyon fontos, hogy szinte akik tesztelik a festékeit, egyöntetűen azt állapítják meg, hogy egy nagyon magas minőségű, kitűnő jó festékről van szó, és ehhez képest igen barátságos árakon. Ugye a lengyel festékek általában nem szoktak drágák lenni, hiszen én magam is szívesen használom a lengyel Reneszánsz cég, egy másik ilyen kézműves festékgyártó cégnek a termékeit. Akvarellbe például nagyon jók, pasztelekbe is nagyon jók, az olajfestékeik is jók, és az akrilok a Reneszánsznál, de most lássuk, hogy mit tud ez a másik lengyel márka, ez az Aquarius. Egyébként azt még érdemes elmondani róluk, hogy néhány év alatt borzasztó módon elterjedtek az egész világon, tehát egy nagyon dinamikusan fejlődik, és nagyon sok pozitívumot lehet róluk olvasni. Látható, hogy ez egy szép papír dobozba jön ez a készlet. Ez a készlet, amit én kaptam, ez nem is tudom. Ez egy Andrei Gozik nevű művésznek a készlete. Az Aquariusnál, mint sok ilyen külföldi akvarell festék cégnél divat, hogy bevonnak művészeket, akik szeretnek akvarellel festeni, és esetleg felvállalják, hogy egy-egy márka mellé adják a nevüket, vagy esetleg maguk is ténylegesen használják azt a márkát, és akkor róluk nevezik el azt a készletet. Tehát gyakorlatilag ez az Arthur Prisby, igen, azt gondolom. Mindjárt megnézem itt pontosan, hogy mi van. Igen, Arthur Prisby nevű művészé a készlet. Itt van az elérhetősége is. Meg lehet nézni arthurprisby.pl, majd beteszem ide a cikkbe a linket, hogy hol lehet megnézni. Tehát ő használja ezt a palettát. Ez 12 szín, Hansa sárga médium, PY74, nikkel azó sárga, kadmium vermilion, akvárius vörös, ez egy hideg vörös, tehát van egy hideg sárga, egy meleg sárga, egy hideg vörös, ez a vermilion, és vagyis egy meleg vörös, ez a vermilion, és egy hideg vörös, ez az akvárius red, PR214-es, aztán van egy ftalokék, és van egy kobaltkék, a ftalokék is egy hidegebb, zöldesebb árnyalat, a kobaltkék ugye az egy kicsit olyan lilásabb, melegebb kék, aztán
Itt van a Prisby grey, a Prisby szürke. Ez úgy látom, ez olyan, mint egy, mint hogyha egy kis, hát talán egy kis pénzszürkéhez adnánk egy kis ilyen hideg vöröset, egy ilyen lilás vörös szint, és akkor egy kicsit ilyen lilásabb pénzszürke kéne felel meg, de egyéb módokon is mondjuk egy kis vörös és egy kis pénzszürke keverékéből is kijöhet. Aztán van egy phthalo zöld, ami ugye egy ilyen sárgás zöld szín, és van egy természetes sienna light, ami megint csak egy jó dolog, mert az egy ilyen áttetsző, transzparensebb okker szín. Van egy vörös okker, ezt különösen szeretem, és látom, hogy itt szép színnek tűnik, mert ez a vörös okker, ez az égetett sienna helyett egy szebb árnyalat. Caput Mortuum ugye egy ilyen lilásabb barna, és egy Van Dyck barna, ami egy hideg, zöldesebb barnát jelent. De hát nyissuk ki, még egy jó ideje már itt van a birtokomba, de nem nyitottam ki, mert erre a tesztre tartogattam, és sokáig akartam a Roman Smile-ról több információt megtudni. Nagyon kevés információ van róla az interneten, én legalábbis nem találtam, és az volt a szándékom, hogy ezt a tesztet úgy csinálom meg, és ezt a cikket, hogy a Roman Smile-ról is minél több információt el tudjak mondani, de hát nem találtam, és vártam egy ideig az Artness művészellátóra, hogy hát ha ők kapnak bővebb információt, de ők se tudtak nagyon segíteni, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy Roman Smile létezik, ott él Lengyelországban, készíti ezeket a kiválónak mondott festékeket, és szerencsére az Artness művészellátó jó voltából Magyarországon is kapható. Mielőtt bárki felmerül a gondolat, nem kapok fizetést ezért, hogy én itt most ezt a festéket futtassam. Igaz, hogy ezt felajánlásba kaptam az Artness-től, hogy teszteljem le, de valójában nem volt nekik ilyen elvárásuk. Én magamtól megígértem, hogy ha már egyszer kapok egy ilyen készletet, akkor a véleményemet megírom róla, és nyilvánosan leközlöm. Ez a minimum, úgy gondolom. Viszont az a helyzet, hogy szóval nem tudom, hogy milyen lesz, de jónak mondják. Elég szépen be van csomagolva. Ugye ez egy papírdobozos szett, van egy ilyen papírfiók és egy ilyen műanyag tároló, amiben pont ezek az egész szilkék beleférnek. Igen, azt is el kell mondani, hogy egész szilkékről van szó, és akkor megnézzük, hogy hogyan lehet kicsomagolni őket. Most én ezeket a kicsomagolást majd lehet, hogy úgy csinálom, hogy igen, van egy kis zsír, hát könnyen lejön, tehát van egy kis zsírpapír a tetején, és ez az alufólia csomagolás. Úgyhogy nem egy bonyolult ügy. Közben puskának ide teszem az eredetit. Ez lesz valószínűleg a Van Dyck barna. Remélem, hogy sorrendben volt a szett a készletben, és így könnyebb lesz megtalálni az egyes színeket, ha nem, akkor majd utólag kell őket cserélgetni. Nem ilyen töményen ritkán lehet megkülönböztetni, hogy mi micsoda. Gyorsan megy ez lesz a Caput Mortuum elvileg. Akkor én mindjárt úgy teszem, hogy az amerikai tesztelők írták, hogy egy picit nehezen jön le, de most úgy látszik, ezzel a zsírpapírral orvosolták ezt. Ez lesz szerintem a vörös okker. Minden színnél ott van egyébként a színindex száma, hogy például a vörös okker az PR 102, tehát tudjuk, hogy miből készül ez a természetes sienna. Az PY43, tehát mindegyik pigment be van azonosítva, itt fel van tüntetve a
hogy például a Red Ochre PR 102 Natural Sienna Light, tehát természetes Sienna, világos PY43. Tehát tudjuk, hogy milyen pigmentből van, és ez nagyon fontos információ, mert ugye vannak olyan pigmentek, amelyek egy kicsit problémásak lehetnek, és így ez esetleg nem okoz gondot. Valószínűleg ez lesz a phthalo-kék, de majd mindjárt kiderül. Vagy a kobaltkék, egymáshoz képest majd összehasonlítjuk. Szóval ez fontos, hogy ezek az információk itt meglegyenek. Igen, most a két kék közül az egyik vagy phthalo, a másik meg kobalt lesz. Egyébként ez egy jól átgondolt palettának tűnik. Látszik, hogy egy professzionális művész állította össze. Hát ez inkább lesz zöld, mint szürke, de majd meglátjuk mindjárt a következő szint. Tehát egy professzionális művész összeállítása, és nagyon jó a hideg és a meleg színek mindenből megvannak, és ami problémás lehet ugye, hogy szép zöldet kapjunk, arra is van egy megoldás. Igen, akkor az lesz a szürke és ez a zöld. Ez talán a hanzasárga. Ez lesz az azzósárga, a nikkel azzósárga. Ez szerintem ez a vermilion vörös. Majd beteszek az Arthur Prisby-től egy-két képet, megnézem a neten, hogy van-e, hogy miket fest. Ugye a cikkbe, hiszen ő állította össze ezt a palettát. Na, tehát itt van minden szín. Vissza is teszem most szépen ebbe a tárolóba. Most egyelőre nem feliratozom a szilkéket, mert nem keverem össze mással, más festékkel, ezt így külön tartom, és majd tudni fogom, hogy melyik micsoda. Majd akkor fogom feliratozni. Ugye rászoktam írni alkoholos tűfvéccel a szilkékre, hogy milyen gyártmány, milyen szín van rajta, még esetleg a pigmentindex számot rá lehet írni, de ezt most elhagyjuk. Most tesztelni akarok minél gyorsabban, és nem szeretném az időtöket rabolni, úgyhogy én már itt előkészítettem szépen egy ilyen füzetet. Egy picit úgy beállítom, hogy itt jobban lássátok a dolgokat ti is. Ide közelebb húzom ezt. Szóval azt fogjuk csinálni, hogy ezt a táblázatot én ide fölrajzoltam. Minden színnek megcsináltam egy ilyen kis táblázatot. És akkor meg tudjuk nézni, hogy az adott szín mit tud. És ezt úgy szoktam csinálni, hogy ebbe a felső mezőbe töményen teszem a színt, vizezem elsőként ezt a hanzasárga közepest, és ezzel itt csinálok egy ilyen festést. Nagyon könnyen nedvesedik. Tehát most mindjárt megállapíthatom róla azt, hogy könnyen nedvesedik a szín. Ez jó, mert vannak olyan néha olyan festékek, amelyeket nehéz így fölnedvesíteni. Elég szépen, krémesen, egyenletesen
tudok vele sárgát csinálni, és egy szép árnyalat. És akkor nézzük meg, hogy mit tud fedőképességben. Látható, hogy ez egy rendesen átlátszó szín. Tehát különösebben nem csinál gondot. Nagyon erős a pigmentációja, nagyon erősen jelen vannak a pigmentek a festékbe, ahogy egy kicsit nedvesítem az ecsetet, teljesen erőteljesen színez. Tehát ez a Hansa sárga, ez egy, azt gondolom, hogy egy ilyen egészen félig átlátszó szín, húzunk egy ilyen kis átlós vonalat ebbe a nézetbe, ez félig átlátszott jelent, és megyünk a következőre, megnézzük ezt a nikkel azó sárgát. A nikkel azó sárga ugye az egy ilyen melegebb, ilyen aranyos, narancsos, okkeres, semleges sárga, gyönyörű szín. Hú, gyerekek, de örülök neki, imádom ezeket a semleges és áttetsző, transzparens, ilyen okkeres, narancsos színeket, és gyönyörű a szín, ugyancsak nagyon könnyen nedvesedik, és megpróbálom itt ezt a sarkot egy kicsit jobban pigmentálni, erre fele pedig egészen elhalványítom. Nagyon szép a szín. És nagyon erős, nagyon intenzív a színező ereje, ez ugyancsak elmondható róla. És nagyon átlátszó, nagyon transzparens. Hát annyira átlátszó, hogy szerintem ez sem nagyon kell. Variálni. Nagyon picit fed, látható, hogy egy picit lefedi ezt a feketét, adunk egy félig átlátszó jelzőt neki, ami teljesen jó. Ez a legjobb, amikor én azt szeretem, amikor egy akvarell festék ilyen félig átlátszó, mert ha nagyon akarom, akkor el tudom érni, hogy egy picit már ráfedek vele dolgokra, de alapvetően könnyen meghagyható transzparensnek. Most nézzük a vermilion vöröset. Hú, hát ez kadmium színről beszélünk, ugye? Ez nagyon erős színező erejű természetesen. A kadmium színektől nem is várnánk mást. Na de hogy milyen szépen nedvesedik, és szép, gyönyörű, szép élénk vörös a tónusa. Ezzel nagyon könnyű, ilyen fedő színeket csinálni, ugye, hogyha le akarunk fedni teljesen vörösen egy rész, valószínűleg ez már nem lesz annyira átlátszó, hiszen a kadmium színek azok nagyon erősen színeznek és jól fednek, úgyhogy ott kevésbé számíthatunk arra, hogy átlátszó, és látszik is, hogy szépen le is takarja ezt a fekete színt. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen félig fedőnek felel meg, mert még mindig azért átlátszik alóla a fekete, de látható, hogy már nem olyan mértékben, tehát hogy a festék egészen szépen ráfed. Tehát nem olyan mértékben látszik, hát úgyhogy ez egy félig fedő lesz. A félig fedőt azt úgy jelöljük, hogy ennek a kis négyzetnek az egy átlóval elválasztjuk, és az egyik ilyen háromszög részét teljesen befeketítjük. PR 108 kadmium világos vörös szín, a vermilion vörös, ugye a higany tartalmú cinnober vörösnek a kínai változata, ami a kínaiak egy speciális eljárással tovább finomították a bányászott cinnober vörös ásványt, ugye az egy vörös színű ásvány,
és ezt ők tovább variálták, a kínaiak kifejlesztettek egy speciális eljárást, és abból készült a cinnober vörös, és ők ezt a továbbfejlesztett cinnober vöröset vermilion vörösnek hívták, vagy kínai cinnobernek is szokták régebben hívni. Ma már cinnober vöröset nem lehet kapni, mert a higany tartalma miatt az unió tiltja, tehát mérgező pigment, ugye a higany az mérgező, és a cinnober ásványban nagyon nagy mennyiségű higany van természetes formában, ezért nem nagyon lehet hozzájutni. Általában ilyen pirolvörösökkel, meg kadmiumvörösökkel szokták helyettesíteni. Próbálnak a kadmium, meg a pirol pigmentekből olyan árnyalatokat létrehozni, ami nagyjából megfelel annak, ami a kínai vermiliumvörös volt eredetileg. Na most ez pedig az akváriusvörös, vörös, ugye ez az akvárius, ez a saját márka neve a Romancemar festékének, akvárius festéknek nevezik, és saját magukról nevezték el, PR214-es pigment kód, és azt látom, hogy nagyon szép hideg vörös szín, egy kicsit ilyen lilás vörös, ugye ez a narancsos vörös, a vermilion, a meleg vörös, és ez a hideg vörös. Ettől már elvárhatjuk, hogy egy kicsit a PR214-es már nem annyira erősen fedő pigment, mint a kadmium, és így is van, ez egy félig fedő pigment, tökéletes akvarell festékeknél, és hát látható, hogy a két színből ki lehet hozni mind a két a színkörön, mind a két irányt, ugye a melegvörös, a kadmiumvörös a narancs irányába, egy kicsit olyan narancsos vörös, ez a hidegvörös pedig egy kicsit ilyen lilás vörös szín. Egy átlóval jelezzük, hogy félig fedő, illetve félig átlátszó. És akkor ugye van az átlátszó, amikor nem is nyúlunk hozzá ehhez a négyzethez, aztán van a félig átlátszó, ami alig egy kicsit fed, én még mindig szinte átlátszónak tűnik, aztán van a félig fedő, amikor már egy kicsit azért fed, de nem olyan erősen, és van a fedő, ami teljesen fed. Valószínűleg fedővel itt nem fogunk találkozni, de a többi az előfordulhat. Na most, még visszatérve egy gondolat erejéig a cinnober vöröshöz, nem is tudom, hogy tudtátok-e azt, hogy a eredetileg a cinnober vörös Spanyolországban bányázták. Spanyolországban van egy hegy, az Amiata hegy, vagy hát ugye nemzetközi úgy emlegetik, hogy Monte Amiata, ez a spanyol neve, Monte ugye hegyet jelent, Amiata, nem tudom mit jelent, de a lényeg az, hogy ez a Monte Amiata szívében nagy mennyiségű cinnobert találtak már a római korban, és ott a rómaiak már üzemeltettek egy cinnober bányát, ahol ezt a gyönyörű, szép vörös pigmentet bányázták. Az ókori Európában nagyon ritka volt erőteljes, igazi, szép, intenzív vörös színekhez, főleg tartós vörös színekhez hozzájutni, és ez a cinnober vörös, ez ilyen volt. Ez most egyébként a ftáló kék, ez egy ilyen vöröses árnyalatú ftáló kék, de ez PB15 2.6-os, az a vöröses tónusú ftáló kék, de ez még mindig egy hidegebb kék, mint a kobalt kék lesz, úgyhogy a kettő egymáshoz képest jól megvan. Szóval visszatérve a rómaiakhoz, ők ott bányázták a cinnobert, és ez Spanyolország területén van, ez a Monte Amiata hegy, és ezért hívják a spanyol viaszt spanyol viasznak. Ugye a spanyol viasz az a pecsét viasz volt, amivel régen a leveleket lepecsételték, ez a vörös színű viasz. Ez egy bonyolult összetételű anyag volt, ebben többféle alapanyag jelen volt a viaszon kívül, többek között cinnober pigment, azzal
színezték ugyanis vörösre. Aztán még voltak ilyen különböző gyanták, meg egyéb dolgok, hogy megfelelő lágyságú, meg keménységű legyen, meg nem is tudom még milyen okokból, de a lényeg az, hogy ebből a spanyol vörös színből, ebből a cinnober színből készítették méhviaszt és egyéb anyagok hozzáadásával a pecsétviaszt, és ezért hívták spanyol viasznak. Tehát innen ered a spanyol viasz neve, hogy kitalálta föl, azt nem tudom, de ezért hívják spanyol viasznak. Ez egy félig fedőszín, ez a tálló kék, nagyon szép kék ez is. És még egy érdekesség, hogy a rómaiak, hogyha politikailag valakit bebörtönöztek, politikai okokból, és mondjuk féltek attól, hogy hát nem akarják az illetőt eltenni rába alól, nehogy valami népharag legyen belőle, de mégiscsak ki akarták vonni a forgalomból, akkor kényszer munkára ítélték, és így senkinek nem lehetett egy szava, mert az életét meghagyták, tehát effektív nem bántották, de kényszer munkába küldték, és elküldték Spanyolországba, mondta emiatt a hegyre cinnobert bányászni, és ott általában, akik a cinnobert bányázták, azok a munkások néhány éven belül belehaltak a higany mérgezésbe, mert annyira telítődött a szervezetük higannyal a bányászás közben. Ugye mondtam, hogy ez a cinnober vörös higanytartalmú, hogy gyakorlatilag nem élték túl ezt a kényszermunkát, és akkor így rómaiak szokásos módon mosták kezeiket. Ugye ők nem vették el az illetőnek az életét, de arra már ne, arról nem tehetnek, hogy megbetegedtek a kényszer munkába, hiszen mindenki tudta, hogy vannak, akik kibírják a kényszer munkát. Ja, csak hát nem a mondta, ami által, mert ott mindenki előbb-utóbb belehalt a higany mérgezésbe. Na, ez a kobaltkék, gyönyörű szép kék szín, egy nagyon szép kobaltkék árnyalat, és fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy továbbra is borzasztó könnyen nedvesedik, nagyon könnyen nedvesedik a festék, és elképesztően erős a pigment tartalma. Gyerekek, azt hiszem, hogy most jelenleg ez lesz a kedvenc festékem, akvarell festékem, mert ez mindent visz, amit én eddig láttam, pedig jó néhány festéket már kipróbáltam. Persze vannak azok a hatalmas nagy márkák, a nemzetközileg is elismert márkák, mint az amerikai Daniel Smith, akkor ugye a Sminske, meg a Sennelier, amelyek jó drágák, és nagyon jó minőségűek. Na de hát ez a Roman Smile, ez az Aquarius, ez felveszi a versenyt. A kobaltkék ugyancsak félig fedő, tehát erről ezt tudjuk elmondani, és akkor megyünk a következő színre, ez az úgynevezett Prisby szürke, ugye megbeszéltük, hogy Arthur Prisbynek hívják a művészt, akinek ez a palettája, és itt van ez a Prisby szürke, hát igen, ez egy klasszikus lilás tónusú pénzszürke, tehát aki szereti a pénzszürkét, én szeretem. Én mondjuk elsősorban a kékesebb tónusokat kedvelem, de a lilás sem megvetendő. Ez most egy ilyen lilás tónus, de teljesen jó lehet ez is. És ugyancsak könnyen nedvesedik a jelek szerint. Szépen terül is a festék. Azt még nem is mondtam, hogy nagyon szépen terül, és például itt nagyon jól látszik némelyik színnél, hogy ilyen finoman, szépen granulálódik. A granulálódás az megint egy fontos követelmény az akvarell festéknél. Valaki szereti, valaki nem. Vannak olyan színek, amelyek ilyen jobban granulálódnak, és vannak, amelyek nem. És hát ezt valaki jobban szereti, valaki nem. Azt jelenti, hogy egy picit a pigmentek így elválnak, ilyen kis apró kis szemcsék így láthatóvá válnak, ha nagyon felhigítjuk, és ez például elég jól granulálódik, ez a Prisby szürke, ami nem is csoda, hiszen a kevert pigmentről beszélünk, ez ugye PB29 és PR177, továbbá PG26-os pigmentekből áll. Tehát van benne kék, vörös és zöld pigment, úgy keverték össze, és
ezek a színek, ezek három szín is jelen van, tehát ez egy kevert szín. A kevert színeket nem annyira szeretjük, de egy ilyen szürke az általában mindig kevert szokott lenni. Viszont a kevert színeknél gyakrabban fordul elő az ilyen granuláció, ugyanis ott a különböző pigmentek eltérő fajsúlyúak, és ezért nem mindig sok folyadékban könnyebben különválnak egymástól, és ezek a szemcsék így kialakulnak. Na, de ez a Prisby szürke is egy ilyen félig fedő szín, úgyhogy ezt jelöljük, és jó szín. Én mondjuk inkább a pénzszürkére lennék kíváncsi, ami ennek a palettának nem része, de én hamarosan ki fogom egészíteni ezt a palettámat, és további színeket fogok kipróbálni az akváriusból, mert ez egy nagyon szép festék, nagyon jók a színek, nagyon jó az állaga, ez a krémes, lágy, könnyű, nedvesíthetőség, ez nagyon tetszik nekem. Azt is meg kell mondanom egyébként, hogy nagyon jól teli vannak, nagyok ezek az egész serpenyők, és szépen meg vannak pakolva festékkel, tehát nincs kispórolva a festék, majdnem síkban van mindegyik a szilkével, és nem repedezettek, tehát szépen rendesen meg van töltve. Az, hogy nem repedezik, az azt jelenti, hogy nincs a töltőanyag, illetve a kötőanyag nincsen eltúlozva a festékekbe. Ha repedezik egy akvarell festék szilke, akkor az általában azt jelenti, hogy sok egy kicsit benne a gumiarábikum vagy a kötőanyag, és ez nem repedezik, tehát itt hát minimum optimális, vagy ugye az is lehet, hogy kevés, de azt nem feltételezem egy ilyen minőségű festéktől, hogy kevés lenne. Azt gondolom, hogy itt arról van szó, hogy pont jó. Ez is egy félig fedő szín, ez a ftálózöld. Egyébként az egész paletta, ez a 12 színből álló palettából csak a szürke, ami több pigmentes szín, az összes többi egypigmentes. Mindig az egypigmentes színeket részesítjük előnyben az akvarell festésben, ugyanis a kevert színek általában nem olyan szép színkeveré. Azokat mi már eleve több színből áll egy keverék, 2-3-4 színből, és akkor mi még ahhoz adunk más színt, mert mi még tovább keverjük, ugye mi egy új szín árnyalatot akarunk a kis palettánkon kikeverni, és akkor nagyon gyakran már ilyen élettelen, csúnya színek jönnek az ilyen kevert színeknél, mert minél több színből szint keverünk egymással össze, annál inkább eltompulnak a színek általában, és ha már eleve 2-3 színből van egy keverék, akkor ott már várhatjuk, hogy az már egy további színkeverési gyakorlatban ott már meg fogja mutatni a hátrányát. Ez most a természetes sienna, ugye az előbbi volt a ftálózöld, és most itt a természetes siennát csinálom, félig fedő festék. Ugyanazt tudom elmondani róla, mint az összes eddigi színről, hogy könnyen nedvesíthető. Egyébként, hogy miből is készül ez a festék, hogy mitől ilyen könnyű az feloldása, az nagyon egyszerű, ugyanis a Roman Smile a festékei gumiarábikumból, desztillált vízből, glicerinből és hársmézből készíti, tehát hársmézet tesz bele, a hársméz vagy bármilyen fajta méz az akvarell festékekben egyrészt lágyítóként funkcionál, kicsit akadályozza, hogy például ilyen repedezések kialakuljanak, némileg a kötést is segíti, tehát besegít a gumiarábikumnak a kötésben valamennyire, és elsősorban viszont a fő funkciója az, hogy könnyebben nedvesedjen. Ugye a méz az vízvel mindig jól föloldódik, elkeverhető a méz vízben, és a
ha méz van az akvarell festékben, akkor egy kicsit könnyebben lehet nedvesíteni. El szokták követni azt a hibát, hogy túl adagolják a mézet, és akkor egy kicsit ilyen túl fényes lesz, gyönyörű ez az vörös okker. Túl fényes lesz, de itt erről szó sincs. Itt teljesen optimális ez a mennyiség, nem látok ilyen fényesedéseket. Ez a vörös okker, ez az égetett sziennát tudja helyettesíteni, és annak egy szebb változata. Én egyébként nagyon szeretem a reneszánsz, intenz, tubusos akvarell festékeket is, és annak a vörös okkere valami gyönyörű, pazar, szép, narancsos, barna. Ez is hasonló, a reneszánsz szintónusa nekem jobban tetszik. Ez egy picit olyan, egy picit barnásabb, mint a reneszánsz, az egy kicsit olyan vörös földhöz közelebb áll, de gyönyörű, szép karaktere van ennek is. Ez egy félig átlátszó szín. Égetett sziennának viszont nagyon jó, mert az égetett sziennához hasonló színárnyalat egy kicsit szebb, mint a legtöbb égetett sienna. Nézzük a Caput Mortumot. Ugye a Caput Mortum az egy híres akvarell földfesték. Ez az akvarell festékeknél a lilás barnát szokta hozni, a lilás barna színekért felel az akvarell palettákban, hogyha ilyen lilás barnát akarunk, akkor a Caput Mortum az egy jó lehet. Ez egy olyan vörös föld, ami egy kicsit ilyen barnás, lilás barnás vörös tulajdonképpen. Egy vörös festföld, aminek egy ilyen barnás lila tónusa van. Ugye a vörös földek, mint a vasoxid vörös, a velencei vörös, az indiai vörös, ezek ilyen rozsdavörös színek, és akkor ez a Caput Mortum ezeknek a legilyen lilásabb és barnásabb változatai között van ezeknek a vörös földeknek. Na, és itt ez a Caput Mortum, ez nagyon erősen fed. Tehát ez, úgy látom, hogy egy eleve egy sötét szín is, de ez egy teljesen fedő szín. Picit azért átlátszik, ha jobban megnézem, de ezt nevezhetjük fedőnek, tehát ezzel vigyázni kell. Föl lehet ezt is jól higítani, és akkor áttetsző lesz, ugye? Halványabban, de ilyen töményen, erősen bepigmentálva, besűrítve így majdnem teljesen lefedi. És akkor az utolsó a Van Dyck barna. Ez ugye egy hideg barna lesz, ez a Caput Mortum egy meleg barna, a maga kis vöröses lilás színe miatt a Van Dyck barna az általában egy ilyen zöldes barna, ez általában a természetes umbráknak a ciprusi változata, vagy a szépia, szokott még ilyen hideg zöldes barna szín lenni. Ez a palettának a barna színek közül a hideg barna verziója. Tömény az ez is elég jól fed. Ezt én ilyen félig fedőnek látom, mert itt nagyon sötét is, és ezért kicsit csalós, de én így közelről azért látom, hogy még itt a sötét tömény részen is egy kicsit átvilágít a vonal, és ahol már halványabb, ott sokkal jobban átlátszik, mint a Caput Mortum. Tehát ez látszik, hogy ez nem annyira fedő festék, mint a Caput Mortum, úgyhogy ez egy ilyen félig fedő szín. Hát végére értünk ennek a színkenésnek, és hát összegezve, ez egy fantasztikus festék. Ha bárki azt gondolja, hogy ki akarja ezt a festéket próbálni, de még nem tudta magát rászánni, akkor én nagyon melegen ajánlom. Engem most nagyon meggyőzött, és már
Azt bánom, hogy nem előbb teszteltem, mert ez már kb. 2-3 hónapja nálam van ez a készlet, de egyszerűen vagy időm nem volt rá, vagy eleinte még vártam, hogy megkapom ezeket a további információkat, ami nem jutottak el hozzám, de teljesen mindegy, ez egy csodálatos szín, egy gyönyörű színű festék, nagyon erős pigment tartalommal, könnyen nedvesednek, szép krémes állagúak, jól viselkednek, jól terülnek, amikor kell egy kicsit granulálódnak, tehát teljesen hozzák azokat a tulajdonságokat, amiket az ember a legjobb minőségű akvarell festékektől elvár. Az, hogy mennyire szintartóak, hogy mennyire hajlamosak fakulásra még nem tudom, viszont erre meg lehet következtetni a pigment kódokból. Ugye az interneten meg lehet találni azokat az információkat, hogy melyik pigment kódra jellemző a kifakulás, és melyikre nem, és akkor ez támpontot ad nekünk a választásba. Én minden esetre úgy gondolom, hogy ez egy jól átgondolt paletta, ez az Arthur Prisby palettája, ez a 12 szín, ez úgy van összeválogatva, hogy szerintem jól ki van találva. Tehát nagyon sok mindenre jó, ez portréfestésre, tájképfestésre egyaránt alkalmas lehet. Nem egy nagy készlet, úgyhogy még vázlatolásra is jó lehet, mert könnyen magunkkal tudjuk vinni. Természetesen a szilkéket ebből a papír és műanyag dobozból át lehet tenni fémtartóba. Szóval engem meggyőzött, és én elhatároztam, hogy további színeket fogok beszerezni, mert a Roman Smile akváriusz festéke nagyon jó, és akit érdekel, az Artnessnél be tudja szerezni. Köszönöm a figyelmet, és akkor jó festést kívánok mindenkinek. Sziasztok!